Véghetlen vers Bella Istvánnak föl a magasba. Olyan szép este volt, mikor téged köszöntöttünk Iszkán, boldoggá tettél minket ismét. Áldjon az Isten, Bella István. Mécs bugyrában szavak, gyönyörű este volt. Könnyes, téged idéztünk Iszkán, boldoggá tettél minket ismét. Áldjon érte Isten, angyal Bella István. Testamentumot szavaival, ahogy köszöntöttünk Iszkán, úgy hívunk közénk ismét költő, angyal, odaát őrizőnk, Bella István. Felrebbennek a galambok a Ciszter templom ablakából, orgona szó száll oda föl, halálod napján, üzenet égi otthonodba, örök, Bella István. Sárkeresztúr ének szól bennünk, szülőházad varázsában, úgy hajolunk meg emléked előtt, mint sok éve már Iszkán, lelkünkben élő Bella István. Hogy féltettél minket? Égett ajkadon a szó, értünk, tekintetedet könnyek melegítették. Már nem teszed kezet kezünkre, rágódunk csupán az imán, amivel hívunk vissza, Bella István. Keresztúron ünnep van megint, minden keresztúri lelkében dal van. A jövőről szól ez a dal, tudjuk, neked így tetsző dolog mindez. Itt örök Bella István. Tisztelettel köszöntöm az irodalom kedvelőket. Nos, az imént Bobori Zoltántól Bella Istvánhoz írt versét hallhattuk a Föl a magasba címmel. Tehát ezzel már el is árultam, hogy Bella Istvánra emlékezünk, a Kossuth és József Attila díjas költő Székesfehérvár szülötte volt, Sárkeresztúron töltötte mindennapjait, Sárkeresztúr volt, ha úgy tetszik az ő faluja, Sár is, Keresztúr is, Úr is. Édesapja kántor tanító volt, ugye ezt tudnunk kell, a falu elismert személyisége, és karpaszományos tizedesként vonult be a hadseregbe, innét tudjuk a halotti beszédet, Bella István néhai karpaszományos tizedes emlékére, ugye erre emlékszünk. Sok mindenről fogunk beszélgetni, és vendégem pedig azért Bobori Zoltán, mert hogy nagyszerű barátság fűzte Bella Istvánhoz Bobori Zoltánt, és abban, hogy még inkább megértsük Bella István költészetét, művészetét, segítségünkre lesz ebben a műsorban a P. Maklári Éva, a Vörös Marti Társaság alelnöke, aki egyéb iránt pedig kitűnő versíró és versmondó is, aki Bella István verseket mond nekünk, illetve Cserta Gábor és Cserta Balázs, akik megzenésített Bella István versekkel jelentkeznek. Nos, akkor Zoltán, a miénk a szó, a tiéd tulajdonképpen. Egy szívhez szóló üzenetet fogalmaztál meg ebben a versben. Én azt gondolom, hogy ez is jellemzi azt, hogy mennyire bensőséges barátság fűzött Bella Istvánhoz téged. Hála jó Istennek, hogy így van, hiszen tudod, azt hiszem, hogy az igaz barátságok azok végigkísérik az ember egész életét, és aztán azon túl is. Nagy-nagy fájdalom nekem mindig a Bella Pistáról beszélni, amikor az ember érzi, hogy mennyire hiányzik ő a kortárs magyar irodalomból, és mennyire hiányzik nekünk. Nekem felejthetetlen emlékeim és élményeim vannak Bella Pistával kapcsolatban. Ezt a verset is azért írtam annak idején, mert együtt voltunk egy író-olvasó találkozón,
és ott megszületett bennem egy gondolat, amit én akkor leírtam rögtön egy pár sor, és még a beszélgetés, a találkozó végén el tudtam mondani. Nem sokkal azután meghalt a Pista, és írtam hozzá még egy versszakot ehhez, és akkor lett tulajdonképpen két rövidke kis vers, amit elküldtem a Lyukas Órának, és hát nagy örömmel fogadták. A főszerkesztő nem vette észre azt, hogy ez tulajdonképpen a Bella halála előtt íródott az egyik, és a halála után a másik. De hát nagyon nagy öröm volt nekem, hogy ez akkor megjelenhetett, és attól kezdve minden olyan rendezvényen, amikor Bella Istvánra emlékeztünk, vagy olyan összeállítás alkalmával, amikor az ő versei hangzottak el, akkor mindig írtam hozzá még öt sort. És aztán így lett ez tulajdonképpen egy véghetlen vers. Fantasztikus az ő életútja, mint tudjuk. Azért a nézőknek kedvéért hadd mondjuk el, hogy a rendszerváltás esztendejében, tehát 1989-ben ő a Fehérvár Televízió elődje, a Városi Televízió főmunkatársa, vezetője volt, és azt gondolom, hogy ő teremtette meg annak a lehetőségét, hogy a kultúra, mint ilyen, egy kicsit szélesebb körben elterjedjen, hiszen addig a segítségeddel egyébként ezt tegyük hozzá, hiszen erről már szó esik. Addig ez egy zárt tér volt, ha úgy tetszik. Hát az alatt, a rövid idő alatt, amíg ő itt volt, az alatt én azt hiszem, hogy rendkívül értékes dolgok születtek, és valóban egy nagyon szép hagyomány kezdete volt az ő jelenléte itt a városban. Azzal, hogy mint a Városi Televízió főmunkatársa, vagy főszerkesztője volt, akkor nem igen. Tudom. Akkor hát rengeteg feladatot kaptunk, hála jó Istennek, olyan feladatokat, amiket én azóta se tudok elfelejteni. És valóban így van, hogy az itteni versíróknak, érdeklődő, versszerető embereknek ez nagyon nagy öröm volt és lendületet adott. Nos, innét folytatjuk, most azonban ugye említettem, hogy a Cserta családból Gábor és Balázs a segítségünkre volt azzal, hogy nagyszerűen zenésítenek meg Bella verseket. Egyébként a Gáborral beszéltem, aki nagyon sok költő versét zenésítette meg, és mindig megemlíti, hogy a Bella versek hívják a zenét, persze a nívós zenét, úgyhogy most nézzük meg az Arccal a Földnek című megzenésített verset. Földnek, ahogy éltem, élek élő a föld alatt. Fekete kátrány papírében, hol nem megy le, s nem kell fel a nap, mert ragyog örökkön, örökké földdel teli szívem helyén. Napvilág halhatatlan, rögökké fényesedett, ember remény. Fejjel lefelé nőnek, égnek a füvek, lombozik a fa, s földben száll a földnek, égnek minden csillag a madara. A föld alatt fordul, az égbolt változik nappal éjszaka. A fönti ég csak sötétség volt, vagy a napvilág látszata. Kátrány papír fekete éve, hol nem ment le, s nem kelt fel a nap. Arccal a földnek, ahogy éltem, élek élő a föld alatt.
milyen lesz a bán, ha meghalok. Mintha bezárnál sén kamra sötétben pókhálós fények, teklőc limlamok hallgatásában egy fénycsékhoz lapulok, s tudom nem jössz többé soha értem. És olyan lesz, fiam, ha meghalok, mintha elbújnék, s te folyam sötétben, iszamos fények, homályi domok zúgásában kiállgatsz, hol vagyok, s nem érted, hogy én, miért, miért nem. És olyan lesz, anyám, ha meghalok, mintha visszafogadnál s én élő sötétben, lélegző fények, homály liliomok, világűrmélyén szívedhez lapulok, s hallgatom visszhangját a fölnek, éltem. Nos, hát én azt gondolom, hogy azért ez példa volt, hogy hogy kell egy Bella verset szépen két hangszerrel eljátszani. De térjünk vissza arra, amit mondtál, hogy nagyon sok feladatot is, illetve a barátságotok feladatokat is jelentett neked, hiszen ne feledjük, hogy a Magyar Írószövetségben büszkén említett, hogy téged kért fel Lukács Sándorral együtt versmondásra. Azt hiszem, hogy ez egy fiatal számára egy óriási megerősítés. Hát igen, és azt kell mondanom, hogy nagyon jó hangulatú est volt Lukács Sándor színművész úrral. Együtt adtuk elő ezeket a verseket, és hát természetesen rendkívül büszke voltam, különösen azért, mert a Pista, hát Lukács Sándort mindenki ismerte nyilván, de engem úgy mutatott be, hogy na, meglepetés előadót hoztam, és hát tényleg nagy örömmel mondtam a verseit ott is. Volt nekem még egy, az itteni működésével kapcsolatban volt egy nagyon emlékezetes élményem, mégpedig az, hogy azzal bízott meg engem a Pista, hogy akkor volt csúcspontján tulajdonképpen ez a Barguzini-Petőfi, vagy nem Petőfi vita, és azzal bízott meg engem, hogy a főszereplőkkel, tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával, Kiszeli professzor úrral, és a Morvai Ferenccel, aki ennek az ügynek a nagy támogatója volt, a Kazán király úgy emlegette az egész ország akkor, hogy ővelük csinálhattam interjút, nagyon-nagyon érdekes és tanulságos volt többek között a Kiszeli professzor úrral a budai várban lévő lakásában találkoztunk, és akkor kezembe adott egy csigolya csontot, hogy ez bizony Petőfié. Tehát ennek a vitának nyilvánvalóan mai napig nincs vége, de számomra egy rendkívül emlékezetes és nagy élményszerű dolog volt ez. Más feladatokat is adott nekem a Pista, verseket mondhattunk a városi televízióban. Rendkívül határozott személyiség volt, és mindenről volt véleménye. Én néhány akkori felvételt megnéztem, és az a tapasztalatom, hogy nem csak kiváló költő volt, hanem kiváló vezető is. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor ez nagyon-nagyon fontos volt. Erről fogunk beszélgetni, hogy egy sárkeresztúri srác, aki onnét indult és meg is tartotta a sárkeresztúriságát egész életében, miként emlékezett a világháborúra, előtte azonban az Ég és búzavirág című versét hallgassuk meg P. Maklári Évától. Ég és búzavirág. Hogy lehet az, hogy aki maga volt a szabadság, az is elpusztul egyszer? Hogy lehet az, hogy aki szerelem s ifjúság lett, azt is elérte a golyó? Jöttetek sárosan, fáradtan kölyök katonák.
szátokban véres virág volt a dal, véres fűcsomó kezetekben. Kiszámolta össze az elesett szerelmeket. Fehér csontotok áll őrt minden nap főterén, minden émelkasában. Én nem állítok nektek emlékművet, katonák. Fémbe és vasbetonba nem szorítom az arcot, kőbe, fehér cementbe nem súlykolom a mellett. Búzával vetem be sírotok, szőke rozzsal. Hadd harmonikázzon melleteken örökre a szél, hadd muzsikáljon a rozs, hadd nevessen örökre szemetek szabadon. Az ég és a búzavirág. Nos, hát ez a vers is bizonyítja, hogy Bella István milyen sokrétű, sok ízű és milyen mélységekben gondolkodó költő volt. És ugye arról beszéltünk az imént, hogy Sárkereszt úr, hogy soha nem felejtette el az ő saját hadiárvaságát. És emlékszem rá, hogy amikor a Doni emlékkápolnánál voltunk, akkor Jószerivel szinte kötelező volt meghallgatnunk egy-egy Bella István verset, és Sárkereszt úron nem különben. Erről az időszakról, hiszen ezek olyan fajsúlyos költemények, amelyek példát mutatnak és adnak, és ezeket a verseket természetesen mindig te mondtad. Igen, hát ehhez hozzátartozik az, hogy hát tudod, és gondolom, hogy sokan emlékeznek rá, hogy amikor én a Doni ügyekkel elkezdtem foglalkozni, akkor alig-alig volt olyan vers, ami a II. Magyar Hadsereggel kapcsolatos, és Bella Istvánnak voltak ilyen versei. Valamennyi Doni műsorunkban szerepeltek ezek a versek, és hát azt hiszem, hogy akkor lett igazán mély a mi barátságunk, amikor ezzel a Doni emlékezéssel és ezekkel a Doni ügyekkel, II. Magyar Hadsereg sorsával tulajdonképpen együtt kezdtünk el gondolkodni, és ő abszolút mellém állt, nagy-nagy tisztelettel beszélt mindig arról, amit csináltunk a II. Magyar Hadsereggel kapcsolatban. Volt ezen kívül nekem még egy, hogyha már a szülőföldjét említetted, egy nagyon kedves emlékem, és ez is jellemző volt azért az ő hozzám való viszonyára, hogy Magyar Televízió a Szülőföldemen sorozatban csinált egy egyórás műsort a Bella Istvánról, aminek egy részét például Sárkereszt úrról forgatták, sok-sok részt itt Fehérváron, és hát az a nagy megtiszteltetésért, hogy ebben az egyórás televíziós műsorban én mondhattam Bella Pista verseit, például ott a szülőfalujában is, vagy kint a Pákozdi Mészekhegyen. Igen, ilyenkor beleborzong ebbe az ember. Hát bizony. Mint ahogy beleborzongunk abba is, amit a következő pillanatokban láthatunk, hiszen a Cserták a Didereg a Jós című verset zenésítették meg nagyszerűen. Nézzük meg együtt. Hogy didereg a hós a hóban, az eszméletlen fehér, mintha hullana a valótlan sárga ráncú gyerek tenyér. Részpénz a szemle, szeptember levél. Hogy didereg a tós a tóban, a fehér ráncai, mint egy kihűlő fény elaluvóban, nem akar látszani másnak, mint ami. Hogy didereg a jós a jóban, az, ami emberi, mint egy eltévedt űrhajó, ahogy a föld e trójai faló, velünk fogjaival a végtelen szelin.
ketten maradtunk. Az árva-árva ember, meg az árva-árva-árva emberiség. És elindult fönn hangon, kiáltozván, az ember az emberiségben, hol vagy barátom, hova lettél? És elindult fönn hangon, kiáltozván, az emberiség az emberben, hol vagy barátom, hova lettél? Kergetőztek egymás üregeiben, járataiban, barlangjaiban a világ végezeték. Mert az ember nem tudott emberiségül, az emberiség nem tudott emberül. Mert az ember nem tudott emberiségül, s az emberiség nem tudott emberül. Nos, hát igen, tényleg beleborzongtunk. Azt gondolom, hogy a Balázs és Gábor megint kitett magáért. Mi viszont foglalkozzunk egy kicsit a hetekkel. Ez nagyon fontos, hiszen a hetek meghatározó volt a magyar irodalom történetében, a rendszerváltás előttől, utántól mindenképpen, hiszen azok a nagyszerűségek itt Kalászra, Kalász Lászlóra, Ág Istvánra, Serfőző Simon, Raffai Sarolta, hadd ne mondjam az összeset, meghatározó volt számunkra, hiszen olyan új elveket és művészeti élményt nyújtottak, én azt gondolom irodalmi élményt természetesen, ami meghatározó ma is, ha úgy tetszik. Ez pontosan így van, és nagyon szeretném remélni, hogy a kortárs magyar költészet számára, a kortárs magyar költők számára a hetek változatlanul nagy erővel hatnak. Mindegyiknek megvolt természetesen a maga sajátossága, mindegyik költészetnek, de Bella Pista egyszerre volt a hagyományokra építő, a hagyományait nem felejtő, sorsát nem felejtő, a szülőföldjét nem felejtő költő, hagyományos költői eszközökkel, és egyszerre volt rendkívül modern. Tehát az ő szövegalkotó, szóalkotó képessége az egészen kiemelkedő volt, olyan váratlan szófordulatokra és szóösszetetelekre volt képes, ami hát maradandó nyomot hagyott az emberben, én bennem is, mint versmondóban, mint versszerető emberben. Tehát valóban méltó folytatója volt a József Attilai hagyományoknak, tehát és szerintem az I. és Gyula, Nagy László, Juhász Ferenc, Csóri Sándor vonulathoz tartozott, későbbiként nyilvánvaló, de ez csoda volt. Ez fontos volt számotokra, amikor a Vörösmarty Társaság is egy kicsit mikor visszatekint az ő munkásságára, hogy méltó módon emlékezzünk rá? Ez rendkívül fontos, Lajos. És nagyon, nagyon örülök a kérdésednek, mert most már azt mondhatom, hogy évek óta fájlaljuk, és ebben meg tudjuk egymást erősíteni mi is, hogy például a versmondó versenyeken szinte hihetetlen számomra, és el is mondom mindig, hogy alig-alig hangzik el például Nagy László vers, vagy Juhász Ferenc verse, vagy I. és Gyula, ez teljesen megdöbbentő, hogy voltak időszakok, amikor sok-sok Nagy László vers, vagy I. és Gyula vers hangzott el egy ilyen versmondó versenyen, és most már tényleg alig
de hogy az ő súlyuknak nem megfelelő mértékben, ez egészen biztos. Ez biztos, és ezt tapasztaljuk sajnos a versünnepjeinken is. Igen. No, mielőtt folytatjuk, akkor ha már egyszer József Attilát megemlítettem, akkor Jéa, amikor Szárszói szobrát ledöntötték Péma Klári Éva előadásában. Jéa, amikor Szárszói szobrát ledöntötték. Te már túl vagy a léten, minket még köt a föld. De naprendszerek közé fehéren álmaink kötözöd. Pokolra akartál menni, pokolibb égre szálltál. Csillagkényszerűsz lenni ki, mindig ember voltál. Téged milliárd ember kötözött itt a földön, most sugárkötelekkel megkötve dörömbölsz az égen és a földön. Már nem is te kiáltasz, a mindenség dörömböl dübörög, mert csak álarca neved, áruvédjegy. Te józanul legbolondabb, szegényként legszegényebb. Lásd, most is a sínre dobtak. Tehervonatok tolatnak az égen, csillagok, lehulló meteoritrajok. S te újra megállsz a kék pályaudvar szélen, s nézed, ahogy a halál feléd robog. Fejed lehajtod az ég vas sínére. Halál után is így válsz meg minket a haláltól. Te, kinek csak a halál volt munkabére, s kit hűsége a világhoz szüntelen összegázol. Nos, hát azt gondolom, hogy Bella István szobrát nem építeni kell, nem ledönteni semmiképpen, és ahogy befejeztük, hogy nagyon-nagyon kevés verset mondanak tőle. Egyébként én azt gondolom, hogy az általános egyre jön, tehát nem tekintünk vissza a múltba, és hát a mai vonulat, ami divatos. Ez egyébként pedagógusok felelőssége is, de én azt gondolom, hogy, hogy Bellát népszerűsítsd, és erre azért a Vörösmarty Társaság jó példa, hogy ez sikeres is lehet. Hát ez nem csak szívügyünk, hanem kötelességünk, és én nagyon bízom benne, hogy az a sok próbálkozás és az a sok munka, amit az ember egy ilyenbe belefektet, hogy az nem múlhat el nyomtalan, az annak előbb-utóbb lesz hatása és eredménye. Hát valóban arról van szó, hogy talán az irodalom oktatásunk tehette többet azért, hogy ezek a költő óriások felszínen maradjanak, az ő költészetükkel megismerkedjenek a fiatalok. Hát hadd ismételjem meg magam ismét, hogy számomra érthetetlen, hogy miért nem foglalkoznak a fiatalok, most itt elsősorban persze a versmondókra gondolok, olyan fantasztikus költészettel, mint Nagy László, vagy Nagy Gáspár, vagy Ijés Gyula. De hát most már ide kell, hogy tartozzon Bella István is, és hát nekünk ez természetesen kötelességünk, a szívünk szerint is, meg az eszünk szerint közben is. Ide tekintettem az asztalra, és hoztál egy könyvet nekünk, ezt mutasd meg, mert még nem nézték meg a kedves nézőink, hiszen ez egy Bella István kötet természetesen, de hát nem is csak ez a fontos. Igen, mű. És ez az Ég falára című kötete, amit én rengetegszer forgattam, és nem csak úgy, hogy olvastam a verseket, hanem tanultam is a verseit, és 1988-ban írta nekem Pista, hogy Bobori Zoltánnak, a versek fáradhatatlan apostolának szeretette Bella István. Hát gondolhatod, és gondolhatja a kedves néző, hogy ez én nekem milyen büszkeség, és mekkora öröm, és miért fáj az ő hiánya.
nekünk is fáj, hiszen, és ezzel egy példát mondanék, hiszen a, folytatjuk egy dallal, szívemet élesre fentem, ahogy Bella István mindenhez élesre fente a szívét, és azt gondolom, hogy ez a dal ide mindenképpen illik, és innét folytatjuk. Mert szívemet élesre fentem, de csak magamba merítettem, hát forgolódik, menthetetlen, mint a halál az emberekben. Mellemből, ha kimerném húzni, valaki más kéne leszúrni, megkéselni, de mindegy most már, Isten leszek, vagy döglégy zsandár. Na-na, 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 na 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 na. Élek s a halálra gyanakszom, itt hágy ő is, mert ő is asszony, s ha magam agyammal fölfaladtam, halálom is meghalhatatlan. Félek, még azt is túl kell élnem, hogy kilöki szívemet vérem, s a fényes kéz zúgva, surrogva, megáll vaskérgű csillagokba. Na-na, 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 na-na. Na 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 na. Én azt gondolom, amit te írtál itt, hogy nekem, hogy Bella István emlékezetet elsősorban nekünk, a földieinek, a barátainak kell életben tartani, és meg kell óvni attól, teszed hozzá, hogy mint kortársai közül a legnagyobbak is árnyékba kerüljön ez a csodálatos költészet. Ez egyfajta küldetés, én azt gondolom, és nem csak a tiéd, hanem hála Istennek a Vörösmarty Társaságban is vannak olyan barátaid, költőtársaid, tagok, akik ezt komolyan veszik és teljesítik ezt a fajta küldetést. Igen, még az előbb a bejátszás után hadd mondjam el, hogy mennyire örülök annak, hogy a Cserta Gábor és a Cserta Balázs részese ennek a műsornak is, beszélgetésnek is. Fantasztikus szolgálat az övék. Tehát az, hogy évtizedek óta Gábor most már minden irodalmi, tehát rendkívül sok irodalmi rendezvényen részt vesz kiváló megzenésített versekkel, nagy támasza ő neki a Balázs, tehát külön örülök ennek, hogy ebben a műsorban is szerepelnek. De még valamit hadd mondjak el, hogy Bella István nagyon szerette a versmondókat. Például az amatőr magyar versmondó egyesületnek volt ő elnöke. És hát igazi jó költőként és igazi egyenes emberként nagyon-nagyon sokat segített a versmondóknak különböző rendezvényeken, amiken részt vett, és nagyon sok esetben felkérték őt zsűrizni. Én is zsűriztem vele, felejthetetlen élményként például Rácegres pusztán I.S. Gyula egykori iskolájában az I.S. versmondó versenyen. Hát azt is el lehet képzelni, hogy milyen élmény volt az nekem, aki ráadásul az egyik legnagyobb magyar költőnek tartottam és tartom I.S. Gyulát. Ugyanúgy volt önálló műsorom, I.S. műsorom, mint a Bella Pistának is. És hát az a szolgálat, amit ő tett például a versmondók ügyében is, az is felbecsülhetetlen. Igen, én azt gondolom, hogy teljes életmű az. És hát azzal búcsúzunk, hogy én köszönöm szépen, hogy erre felhívtad a figyelmet, és azt hiszem, hogy így karácsony tájékán az esztendő utolsó pillanataiban nincs is méltóbb dolog, mint valakire emlékezni, aki úgy él a szívünkben, úgy él a mindennapjainkban, az irodalomkedvelők mindennapjaiban, minden esetre bizonyosan így van, hogy megtett mindent azért, hogy ez a nyelv
a magyar nyelv ápolása érdekében, és ezt ráadásul olyan szinten tette, hogy azt hiszem, hogy ez örökre fontos nekünk. Egyedülálló, és nagyon fontos az ő örökös visszatekintése a magyar történelemre. És például 1956-ra én tulajdonképpen úgy ismerkedtem meg Bella István írásaival, költészetével, hogy egy Élet és irodalomban megjelent egy írás arról, hogy ő írta, hogy egy budapesti történelem tanár a szétlőtt Budapesten bement az iskolájába. És hát természetesen üres iskola, ablakok nincsenek, de ott találta néhány diákját ez a történelem tanár. És elmondta nekik, hogy mi történik most Magyarországon, Budapesten, és hát hogy a legemlékezetesebb történelem óra egész életében. Ezt gyönyörűen megírta a Pista ebben az írásában. Hadd tegyem hozzá még, hogy egyszer Felvidéken ezt az írást elmondtuk az egyik műsorunkban, ami után odajött hozzám, pontosabban nem is hozzám, az egyik versmondó kislányhoz, egy idősebb ember, és Felvidéken egy nagyon erőteljes hazafias műsor után, és azt mondta az illető versmondónak, hogy én voltam az a tanárember. Szóval ezek olyan csodálatos élmények Bella Pistával kapcsolatban, hogy végtelen szeretettel gondolok rá és emlékezem rá. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Kedves nézőink, én pedig búcsúzom, mégpedig egy verssel fogunk búcsúzni, P. Maklári Éva mondja, meghalni csak úgy. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Meghalni csak úgy. Meghalni csak úgy. Még csak az kéne. Úgy hagyni itt az életet, mint egy harmadosztályú krimót. Észrevétlen. Az ember már fizetett. Megy ki az ajtón magában, a pincér nem köszön. Megáll künn a rosszul gombolt kabátban, stűnődik. Hány sörön? Hány borom is volt valóban? S hány életem? Egy csak. Becsaptak-e? S ha igen, halóan, mégis, miért élvezem ezt a savanyú lőrét, ezt a megpohosodott sárból sütő fényt? S ha tudtam, hogy valaki meglopott, miért nem vágtam a képébe rögtön azt, amit kiadott s kihozott, azt a felényi adagot? Szolgává tettek, s ha igen, életszám kifogta be, hogy nem mondom ma se, nem. Non, nye, nyet, nein! Mintha hiányozna a luciferi ige szavaim közül. Helyébe, lám, maradt volna az igenek igene, s közben, mint valami hűségreklám alatt az aláfestő zene. Pofa be, pofa be, pofa be! Vagy ezért élhettem ennyit, hogy lássam a holdat, a napot a földben, s az emberben eddig. Ahogy részemmé feslik mind, ami nélkülem magává boldogodhatott. Szolga voltam, éltem, szemernyit. Bár fulladozó sejtjeim keveslik a szót, a dühöt, a jajt. Maradok a néma nem. Ki bár némának tetszik, hallgatva beszélt, beszélve hallgatott.